A Magyarország kormánya és Salgótarján önkormányzatok között kötött megállapodás értelmében a Modern Városok program keretében újult meg többek között a Salgótarjáni evangélikus templom és környezete, valamint a hozzátartozó épületek is. A projektzáró eseményre ellátogatott dr. Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke is. Nagyon szépnek érzem, hogy egy olyan hosszú lépcső alján állunk, aminek a fölirata így szól Jézussal kapcsolatban, felment a hegyre, hogy imádkozzon. Az evangéliumban olvassuk Jézussal kapcsolatban ezt, hogy miután 5000 embert jól lakatott, mielőtt különböző csodákat tett, szüksége volt arra, hogy visszavonuljon a hegyre imádkozni. És ez az, amire a mai embernek is szüksége van, adott esetben fölmegy a hegyre, mert itt Salgótarjánban egy hegytetőn van a templom, és imádkozzék. Én nagyon jelképesnek érzem ezt, és éppen ezért az ige hirdetésemben is arról fogok beszélni, hogy nem rejthető el a hegyen épült város. Jézus ezt éppen a hegyi beszédében tartotta, vagy mondta, és fontosnak érzem, hogy nyilvánosan kell az egyházi életünket folytatni. Magyarországon a korábbi rendszerben, és Salgótarján sajnos élen járt ebben, nagyon erős volt a kommunista nyomás, az egyházi élet korlátok között volt, és akkor nagyon sokan nem vállalhatták nyilvánosan a hitüket, az evangélikusságukat. Fontos, hogy most szabadságban vagyunk, és mindenkit hívunk arra, főleg akik nem tartoznak semmilyen felekezethez, az elmúlt népszámlálás adatai ezt mutatják, hogy nagyon sokan közömbösök vagy neutrálisak, keressék az Úristennel való kapcsolatot, adott esetben jöjjenek fel a Salgótarjáni evangélikus templomhoz a hegyre, ha valakinek nehéz a járás, akkor örömmel mondom, hogy egy elektromos kis golfautó is volt abban a pályázati keretben, amit meg lehetett pályázni, és ez felszállítja az időseket, vagy a ezen járókat a templomhoz, tehát senkit ne riasszon vissza ez a 80 lépcső, és azt hiszem, hogy ha valaki elindul az Úristen felé vezető úton, elindul a templomba, akkor olyan közösségbe kerül, ahol egymás segítő, szerető, támogató emberek vannak, és jó szívvel tudom mondani, mert ismerem a lelkipásztor nagyon régóta, hogy a Salgótarjáni evangélikus gyülekezetnek Horváth Hegyi Ádám személyében egy csupa szív lelkipásztora van, feleségével, együtt, kisgyerekeivel együtt. Ők itt élnek a gyülekezet közösségében, mindent megtesznek a városért, a város környéki evangélikusokért, az ökumenéért, katolikussal, reformátusokkal, baptistákkal való együttműködésért, és azt hiszem, hogy ez egy olyan biztatás a jövőre nézve, hogy ennek a kis salgótarjáni gyülekezetnek most pláne, hogy megújultak az épületek, a Modern Városok projekt keretében nagyon szép jövője is lesz.